A zene a nagy egyesítő, elképesztő erő. Olyasmi, ami még az olyanokban is közös lehet, akik mindenben, de mindenben különböznek. Szeredesszen. Kedves vendégeink, köszöntöm Önöket a Madarasi Harmonikások Alapítvány zenekarának nevében 5. tavasz köszöntő koncertjükön, itt, a Bácskai Kultúrpalotában. Külön köszöntöm és egyben köszönjük a támogatásukat, a Fabagro Kft-től megjelent Vancsora József urat, a Bácsagro Kft-től a Kft képviselőben megjelent Molnár Mercedes asszonyt, a Bácska Logisztik Kft. Képviseletében megjelent Barcsákné Máté Mária asszonyt, az Evódum Kft. Képviseletében megjelent Révész Tamás urat és Sasvári Bernadett hölgyet. Köszöntjük köreinkben a Harmonikások Országos Társaságának elnökét, Bánki András urat. Köszöntjük Felső Szent Iván község polgármesterét, Vörös Szilárd urat. Bácsalmás város képviseletében Patocskai Ibolya jegyzőasszony és Szomár Károly urat és feleségét. Albert Irsa polgármesterét, Fazekas Lászlót. Következik pár szó a zenekarról, az elmúlt egy évükről. Rendszeres programjai között szerepel minden évben a májusfa állítás és kitáncolás, kedvcsináló gyermekzenetábor, a szüreti hívogatás és a szüreti bál. Az elmúlt évben ismét nagy sikere volt nyár közepén az alapítvány napjának. Idén, július 20-án több száz embernek szeretnének felhőtlen szórakozást nyújtani Madarason, a sportpályán. Erdélyben, Borszéken és Gyergyóújfaluban sikeres koncerteket tudhat magáinak a zenekar. Utóbbiban a helyi, jövőre 110 éves Molnár Antal fúvós zenekarral testvérzenekari kapcsolatot alakítottak ki. Ivanovóban a II. Nemzetközi Harmonika Fesztivál záró koncertjét ők adhatták. Rendszeres vendégek Albert Irsán a Magyar Harmonikások Napjának, amely Tabányi Mihály világhírű harmonika művész úr születésnapja. A környező településeken folyamatosan eleget tesznek különféle felkéréseknek. Mindig bővítik a zenei kínálatukat, minden nemzeti jellegzetes zene számaiból tanulnak újabb műveket. Azt vallják, hogy a zenében nincsenek határok, csak barátok. Fellépéseikről honlapukon, Facebookon és plakátjaikról tájékozódhatnak, melyekre tisztelettel várják Önöket is. Koncertjük kezdete előtt a zenekar szeretné megköszönni a Bácskai Kultúrpalotának, hogy ismét ebben a gyönyörű környezetben biztosította a helyet számukra. És megkérem kedves nézőinket, hogy a koncert után ne feledjék el bekapcsolni mobiltelefonjukat, ugyanis hangfelvételt készítünk, amiket a telefonok zavarnak. A zenekar nagy örömére szolgál, hogy immáron 5. éve tartó együttműködésük során felkérésükre ma este a zenekart Miroljú Mítja Jankovics világhírű harmonika művész vezérli. Az Újvidéki Rádió és Televízió nagy nemzeti zenekarának művészeti vezetője. A művész úr fellépett már többek között Európában, Afrikában, Ausztráliában, a Közel-Keleten. Az ő szakmai tudása, segítőkészsége, embersége, de legfőképpen a zene szeretete élteti zenekarukat, és viszi előre őket a siker rögös útján. Koncertjük első blokkjában először balkáni, majd orosz zeneműveket hallhatnak. Fogadják műsorukat sok szeretettel! Thank you.
Thank you.
A következő blogban magyar dallamok csendülnek fel, amelyekhez nyújtok egy kis történelmi visszatekintést. Madaras és a környező Katymár, Bács-Borsó települések életében meghatározó szerepet játszott a Latinovics család. Nagymértékben hozzájárultak az előbbi község újratelepítéséhez a 18. században. A 20. század első felében Latinovics Tibor és családja tiszteletére írt a 36. Rácz Laci cigányprímás a Latinovics keringőt. A keringőt egy régiséggyűjtő eredeti formában adományozta az alapítványnak, amelyet ők meghangszereltek. Tisztelettel üdvözöljük körünkben Zsivanov Ferencet, aki ezt a történelmi múlttal rendelkező és nagyon értékes adományt a zenekar rendelkezésére bocsájtotta. Thank you.
A folytatásban Magyar Nóta és Csárdás Csokor összeállítást hallhatnak a zenekar előadásában. Hazánkban és a Vajdaságban is népszerűek a hallgató nóták, a lassú ütemű, bánatos hangulatú lírai dalok és az ezt követő lassú és friss csárdások. Most egy ilyen összeállítást hallhatnak. Vitkai Kucsera Ágota énekel, és hegedűn közreműködik Lucián Stefán Petrovic. Ágota Újvidéken, Szerbiában született, koncert és opera énekes. Gazdag, változatos programok, oratóriumok, musicalek, szerb és magyar népdalok, operák és operettek tagjai a repertoárjának. Az Újvidéki Egyetem Művészeti Akadémia rendes tanára, a drámai színművészetek és audiovizuális művészeti tudományok doktora. Állandó hangképző pedagógus, korrepetítor nagymúltú színházakban. Szemináriumok, kongresszusok állandó résztvevője. Lucián 1940-ben született Zrenjaminban, nyugdíjas hegedűművész, koncertmester, karmester, szerző. Az Újvidéki Rádió és Televízió nagy nemzeti zenekarának aktív tagja. Az Újvidéki Rádió és Televízió legmagasabb elismerését kapta a zenei művészeti tevékenységéért. A Dunamenti Országok Népzenei Fesztiváljának bizottsága elismerését is megkapta, a jugoszláv Estrada díj nyertese. Mindketten már máskor is felléptek a zenekarral együtt. Fogadják őket nagy szeretettel! Szökik a szemében.
Kabalanci. A következő szerzemény egy hollywoodi színész, korábban zenész, fiatalkori szerzeménye. Több, mint 50 év elteltével megkereste a nagy keringő királyt, André Rieut, hogy játssza el zenekarával a művét. André először fenntartással vette a felkérést, de végül Bécsben a Johann Strauss nevű zenekarával eljátszották ezt az egyszerre szép, izgalmas, romantikus, lenyűgöző, hangzása miatt horrorisztikus keringőt. Következzék Sir Anthony Hopkins szerzeménye, az And the Waltz Goes On. Thank you.
Következő számként egy közös koprodukciót láthatnak, hallhatnak. Zongorán közreműködik Gálfi Natália. Natália a Bácsamási Hunyadi János Gimnázium 8. osztályos tanulója. 7 éve tanul zongorázni a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Bácsamásra kihelyezett tagozatán, Bundula Marcella tanárnőnél. Számos hazai és nemzetközi versenyen vett részt, melyekről kitűnő helyezésekkel tért haza. 2017-ben országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményért elismerést adományozta a Baja Város képviselő testülete. Közös produkció nem más, mint Paul de Saint-Neville és Olivier Toussaint alkotása, melyet a világgal Richard Clayderman ismertetett és szeretetett meg, a Ballade pour Adeline. Fogadják sok szeretettel!
összeállítás következik, amelyben a lassú bevezetés után friss záró részben Brahms negyedik magyar táncdalai csendülnek fel. Hallgassák sok szeretettel! Thank you.
lányok, lányok, ha volna eszetek, hey, nem várok, annyit a szívtek, miért te hullok, csalók a halagyék, mikor a lány, hogy könnyelik nem, te lányok, lányok, ha volna eszetek, hey, nem várok, annyit a szívtek, miért te hullok, csalók a halagyék, mikor a lány, hogy könnyelik nem,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kedves vendégeink, ma esti koncertünk véget ért. Azonban mielőtt elbúcsúznék, szeretném megköszönni a zenekar nevében is a sok tapsot és biztatást. A zene egy igazi örömforrás, mert ahogyan önök is tapasztalták most, élvezett játszani és hallgatni is egyaránt. Reméljük, hogy jól érezték magukat az első során, és a zenekar máskor is tud önöknek hasonló élményeket adni. További szép estét kívánok, viszontlátásra!